A táncházmozgalommal szorosan összekapcsolódó Kaláka műsorok kezdetei 47 évvel ezelőttre nyúlnak vissza, arra a pillanatra, amikor Simonfi Katalin, a magyar adás munkatársa találkozott Csíkszeredában Pávai Istvánnal, a Hargita megyei Népi Alkotások Háza akkori zenei szakirányítójával, az új szemléletű népzenei és néptánc mozgalom képviselőjével. A találkozás nyomán egy olyan rendhagyónak számító honismereti műsor született, amelybe diákokat, de ugyanakkor néprajzkutatókat, művelődés szervezőket, irodalmárokat is bevontak. Hangzott el a Csíkszeredában tartott Kaláka beszélgetésen. Ez a rendezvény egy sorozatnak a része, a negyedik rész volt. A Hagyományok Háza karolta fel a Kaláka ötletet, tehát azt a tévéműsort, ami a táncházmozgalomra épülve a 70-es évek végén tulajdonképpen egy ifjúsági mozgalom volt. Hamarjában a beat mozgalomhoz tudnám hasonlítani, csak sokkal több értéket hozott a felszínre, és a fiatalokkal tulajdonképpen megszerettette azt, és élővé tette számukra azt a hagyományt, amihez hozzáférhettek a műsort megelőző gyűjtések során. Kik kaptak meghívást ma? Hát természetesen azok, akik a Kalákákban részt vettek, és itt volt mellettem Csinta Samu újságíró kollégám, akivel könyvet készülünk írni erről a mozgalomról, amit jelentett, és amit jelenthetett ezeknek a fiataloknak, az akkori fiataloknak a Kaláka. És hát nyilván a hogyan továbbra is rákérdeztünk, mi lenne az a számukra, fiatalokra, mostani fiatalok számára egy vonzó lehetőség önmaguk és a környezetük megismerésére, hagyományok ráépülésére. Hogyha röviden kellene megfogalmazza, hogy az ön számára mit jelentett a Kaláka, akkor mit mondana? Hát ezt röviden nem lehet megfogalmazni. Ez nekem egy korszakot jelentett, és az egész életemen végigvonult, meghatározó volt. A Magyar Adás Kaláka műsora elhintette a táncházmagot. Fogalmazott a csíkszeredai beszélgetésbe online bekapcsolódó Pávai István, Széchenyi díjas etnomuzikológus, a Hagyományok Háza címzetes igazgatója. Általunk is nem remélt sikere lett ennek a dolognak, és ebben ugye a televíziónak nagyon nagy szerepe volt, mert ő tudott országosan teríteni ebben, és a vizualitása által jobban, mint a rádió, miközben a rádióknak is nagyon nagy szerepük volt. A csíkszeredai emlékidéző beszélgetés szervezését az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vállalta fel. Tudták, hogy annak idején én is benne voltam a kalákás tévés adásokba és azokra való felkészülésben. És az volt a mi feladatunk, hogy segítsük ennek a mai napnak a szervezését, és hogy találjunk olyan programpontokat, amitől kedves és vonzó lesz ez a találkozás. Mi biztos tudtuk a körülményeket, de ezekbe hozzátartozik, mivel táncról és zenéről beszélünk, a Hargita Együttesnek két műsorszáma, nem csak a világítás meg a vetítés, hanem a szívünk, lelkünk benne van abba az időszakba, ami a táncházak hajnala és a kalákás műsoroknak az ideje. Mert volt egyszer egy olyan magyar adás, ami igazolta és engedélyezte a tévén keresztül számunkra a magyar éneket és a magyar táncot, mert hogy ugyan tiltották és folytogatták, de mi azáltal, hogy ezt lehetett a tévébe, tele szájjal énekeltünk és táncoltunk boldogan. És ez a Kaláka adás az egyetlen magyar adás annak idején, magyar szó a román televízióba, felszabadított minket.
Mondhatjuk azt, hogy ezek a kanáka műsorok sok embernek, többek között önnek is eldöntötték a sorsát? Igen, egy olyan kincstárat nyitott fel előttünk, ami a saját kultúránk, és azon belül a népzenénk és a néptáncunk, és ezt én valahogy úgy megszerettem annak idején, hogy nem tudtam letérni az útról, vagy hogy követett engem ez az érték mindvégig. Az 1970-es, 80-as években a televíziós megmutatkozás motiváló erővel bírt. A nyilvánosság úgymond legitimálta a mozgalmat, fejtette ki Györfi Erzsébet népdalénekes, a Székelyföldi Énekiskola oktatója, aki 1977-ben lett az első székelyföldi táncházakat megszervező Barozda Együttes tagja. Hát úgy, mint arra korra jellemző volt, ugye azért többnyire mindenki a rockzene, a popzene, a beatzene felől közelítette meg az élményszerzést, abból az irányból jött, és valahogy azzal a világgal, hát az életérzése abban a közegben született meg, úgyhogy én sem voltam egyáltalán kivétel. Szabó Györgyi két kaláka műsorban is énekelt. Számára a kaláka irányt mutatott, egy új életszemléletet jelentett, amit mai napig is követ. Élveztük, miénk volt a világ. Igen. A Román Televízió magyar adásának keretében összesen 9 kaláka műsor született, Erdély 22 nagymúltú középiskoláját és szinte minden jelentős néprajzi tájegységét felvonultatva. Tömegeket mozgósított, hiszen nem csak a felvételeken vett részt több száz személy, diák és szakember, hanem a műsorokat megelőző gyűjtőmunkában is. 1978-ban Csíkszeredában tartották a Csángó kalákát, amelyen jelen voltak mind a 4 Csángó vidék, a Brassó, a Bákó, a Hunyad és a Hargita megyei Csángók képviselői. Csak meg a hétfalusi régi, legrégebbi viseletet. Talán jönnél ide ki, hogy a közönség is lásson. És az apácai menyasszony öltözetét is mutassátok be, és a felcsikit. Talán így ti is a közönség is jobban meg tudjátok érteni. Megkérem a helyi szakértőket, hogy mutassák be a viseleteket. Talán a hámos rokolyával kezdeném, amely a legismertebb, vagyis legrégibb csángó öltözet. Jellegzetessége az, hogy kézi munka az egész, kézzel van szőve, kézzel van varva, és tiszta fehér. Különleges viseletben láthatjuk. Miért is éppen ebben? Hát azért, mert ez tulajdonképpen a szüleimtől. Én négyfalusi csángólány vagyok, barcasági, és úgy édesanyám, mint édesapám részéről minden nagymamának, dédnagymamának volt valamilyen. Nálunk egy családi hagyomány, hogy a lányos ház viszi tovább ezeket a viseleteket. Hát mi ketten vagyunk testvérek, két lány, így a népviseletnek a javarésze az ősöktől nálunk maradt. Hát
kettőnk közül nekem van lányom, de úgy döntöttük, hogy nem az én lányom fogja továbbvinni, hanem egy közös ládába fogjuk tartani, és amikor alkalmunk adódik, akkor felveszünk, mint például most is, mert Kati megkért, hogy ezt a viseletet, mert ugye a csángó kalák, amikor volt a 70-es években itt Csíkszeredában, akkor a barcasági csángó képviselték magukat egy ilyen öltözetben. Nagyon boldog vagyok, mert tényleg kettős minőségemben hívott ide Kati, mint négyfalusi csángóként, és mint a Magyar Adás jelenlegi egyik szerkesztőjeként. Ugye a Magyar Adás 55 éves, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyenkor, ünnepekkor is el tudjuk mondani, hogy igen, van egy nagy archívum, amire büszkélkedünk, ez például a Kaláka is ebben az archívumban tartozik, de viszont van egy mostani szerkesztőség, aki mindent elkövet, hogy ezeket a felvételeket tovább vigye, sőt, új riportokat, új anyagokat készítsen, és tovább mutassa az, hogy habár nagyon sok minden változott média terén is, a közszolgálatiságnak is egy kicsit most már más értelme van, mint régen, de mi a Magyar Adás megpróbáljuk tényleg közszolgálati szellemben végezni a dolgunkat, és én úgy mondom, hogy a lehetőségekhez mérten jól csináljuk, jól tesszük. Én nagyon szeretném, hogyha például 2025-2026-ra egy ugyanolyan 77-es kalákát még meg lehetne szervezni, tévéműsort meg lehetne szervezni, mert nagyon kíváncsi vagyok nem arra, hogy tévésként ez megvalósítható-e, hanem arra főleg, hogy ma milyen igény, és kinek lenne egy ilyen műsorra igénye.